Elkezdődött a szociális tűzifa osztása a rászoruló családok számára. A Nyírvévé Nonprofit Kft. Tüzér utcai telephelyén az idei évben 5000 mázsafa áll a hátrányos helyzetű családok rendelkezésére, amely az év során elvégzett faápolási, fakivágási és gajazási tevékenység során gyűlt össze. A tervek szerint összesen 4000 mázsát a szociálisan rászorulók számára biztosítanak, 1000 mázsát pedig a rendkívüli hideg időjárás esetére a krízis helyzetbe kerülő családoknak különítettek el. Az elmúlt években sikerült a 3 mázsáról 5 mázsára emelni a kioszható tűzifa mennyiségét. Ezt elsősorban az eredményes és költséghatékony gazdálkodásnak köszönhetjük. Ebben az időszakban már nem volt szükség nagy területű erdő kiirtására. Ehhez gyakorlatilag ez a városi faápolásokból, gajazásokból jön össze teljes mértékben. Így a rászorulók részére az elmúlt években és a jövőben is várhatóan stabilan tudjuk ezt a mennyiséget biztosítani. Az igényléseket a korábbi gyakorlatnak megfelelően a Humánnet alapítványhoz kell eljuttatni, és az elbírálást követően a Nyírvévé Nonprofit Kft. Központi telephelyén hétfőtől csütörtökig 8-tól 14 óráig vehető át a tüzelőanyag. A Humánnet alapítvánnyal együttműködve sokkal szervezettebb lett a faosztás, így sikerül elkerülni a sorbanállást és hosszú várakozást. A fa elszállításáról az igénylőknek kell gondoskodniuk. Az idős, mozgáskorlátozott emberek számára azonban a társaság kiszállítja a tűzifát. A külterületi városrészekben és bokortelepüléseken élők a távolság miatt sok esetben nem tudták megoldani a fa elszállítását, ezért a rászorulók számának megfelelő mennyiséget kiviszik ezekre a helyekre.